Nyugat-Európában azt látom, hogy egy ezoterikus beszédmód jelenik meg. Globalista elitek nyernek, és az átlagember nyugaton megveszít. Minden évszázadban van egy háború, ami meghatározza az elkövetkező évtizedeket. Ágatom. Sorban a következő az orosz-ukrán háború. Szerintem igen. Háború, hatások, Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból, minden csütörtökön a Mondéner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, én Póca István vagyok, ez pedig a Stratégia heti vendégem, Kiszeri Zoltán, a századik politikai elemzési igazgatója. Szervusz, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy meghívtál. Hát beszélgettünk már, és beszélgettünk már a tusnált fődői beszédről. Most is ez lenne a fő témánk és a fő kiinduló pontunk. Uh, Időzítő szempontjából, te hogy gondolkodsz erről a beszédről? Mert ugye voltak pro és kontra érvek, voltak, akik azt mondták, hogy a megfelelő időben a megfelelő üzenet, és voltak, akik azt mondták, hogy hát ez teljesen unalmas volt, és hogy lényegében itt az elmúlt fél évnek a panájéből volt összerakva az egész, semmilyen meglepő nem történt. De hogy látod, hogy, hogy ezt? És ez már a 32 itt Tusványosi Szabad Egyetem volt, tehát az időpont az adott. Tehát ez, ez mindig ekkor van, tehát ilyen szempontból ezt nem lehet másként látni, mint egy hagyománynak a folytatását. Ami meg a beszédet illeti, megszokhattuk, hogy a miniszterelnök évente három-négy nagy beszédet mond. Az egyik ugye, ami az évérték évértékelő beszéde, amit 99 óta tart, ez igazából ilyen előretekintés, hogy mi várható abban az évben, vagy egy számadás az előző évről. Van ez a, a tusnádi, tusnádi beszéd, amikor egy nagy víziót tár elénk, kicsit bepillantott enged a, a, politikusi gondolkodásába, hogy ő hogy látja a, a politikát, a, a, minket körülvevő valóságot, és hát a kötsei beszéd, ami ősszel, úgymond ősszel mérleget von, összképet fest, és hát még van esetleg évvégén is egy vagy két beszéd, ugye tavaly például a Szél alapítvány vacsoráján volt egy nagy beszéd, amit utána az évelején, egyébként pont a Mandinerben évelején, idei évelején Orbán Balázs összefoglalt. Tehát három-négy ilyen nagy beszéd van. A Tustádi abban emelkedik ki, hogy inkább az összefüggéseket emeli ki. Most is például, ami talán fontos volt, egy kicsit ilyen a föl lebentett a miniszterelnök gondolkodásánál, hogy belepepillanthattunk, például ez a, 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 a rövid távú, középtávú és hosszú távú hatások, amiket ő ugye, taktikai, stratégiai és történelmi időként fogalmazott meg, tehát hogy egy kicsit ez a koordinátorrendszer is felmír. Tehát ezért fontos itt a nagy összefüggéseket látjuk. Hát, ugye, persze ilyenkor láttuk az összefoglalókat, hogy melyik voltak a legemlékezetesebb tusnádi idézetek, amik világkarriert, mondhatjuk világkarriert hát Az illiberális demokráció valószínűleg az eddigi leg, Hát igen, ez 2014-ben volt, akkor utána nyilván, amikor Donald Trumpnak a megválasztását támogatta a miniszterelnök, itt három konkrét érvet is felsorolt, tehát nem a hasára. Nem időt, csak azt hanem... mondta, hogy igen. Hogy... Tehát mondjuk el gyorsan a nézőknek, ez a három érv, az első a terror elleni harc volt, a második az illegális bevándorlás visszaszorítása, és a harmadik talán magyar szempontból a legfontosabb a demokrácia exportnak a korlátozása. Láttuk, hogy a tavalyi választáson a guruló dollárok mekkora kárt okoztak Magyarországon a legnagyobb pártfinanszírozási kamp kampányfinanszírozási botrányt okozták, és Donald Trump ugye pont az ő idején se nem háborúzott, se nem volt ilyen de aktív demokrácia. De ez most sem maradt, hogy is mondjam, külföldi hatás nélkül, meg külföldi visszhang nélkül ez a beszéd. Románia, Szlovákia, Csehország, ország régiós országok, de egyébként azért a nemzetközi sajtóban is volt egy érezhető várakozás, hogy akkor na most mit fog majd mondani, és hát nyilván cikkeztek is róla. É, tehát ez egy csapda helyzet. Mert nyilván egy politikusnak olyat kell mondani, amit az emberek meg tudnak jegyezni, ami úgymond egy karriert fut be, hogy az a gondolat, az a, az a szándék, az az érdek. Bocsánat, hát olyat kell mondania. Mindenképpen kell én azt gondolom. Már hogy nagyon én... sok olyan politikus van földnyugat Európában, hogy nem biztos, hogy emlékszel rá, a, amit mond. Ez kockázat kerülne szerinted? Hát, hogy mondjam, tehát, tehát, én azt gondolom, akit én jó politikusnak tartok, ez így talán találó. Uh -huh. Tehát aki szerintem egy jó politikus, az, az karakteres. Pont azért, hogy emlékezzenekre az emberek, meg tudják különböztetni. Emlékszünk, Wolfgang Süsszel kendőt hordott, hogy meg lehessen különböztetni. Más politikusok, nem én kopaszok, különleges szemüveget hordanak, vagy, vagy nem hordanak zakót, vagy, vagy, vagy ugye Alexis Tsipras görög miniszterelnök nem hordott kendőt, amikor még az divat volt. Tehát valahogy különbözzenek. Ami, amire ut az nyugaton, ez, ez nagyon fontos változás, mert Nyugat-Európában azt látom, hogy egy ezoterikus beszédmód jelenik meg. Tehát a, a döntések a háttérben születnek, és már nem tárják annyira az emberek elé ezeket a döntéseket, és Angela Merkel volt ennek a nagy, ö, ö, nagy mestere, amikor ugye nem arról beszélt, hogy most akkor a lakosság lakosságfogyás ellensúlyozására kell beengedni a migránsokat, vagy hogy hogyan lehetne rávenni őket, hogy a németek által nem vállalt munkákat végezzék el, hanem azt mondta, hát megoldjuk és hát amikor mondták, hogy hát, hát problémák vannak, azt hogy hát mit csináljak, már itt vannak. Tehát hmm. ugye egy olyan ezoterikus beszédmódot látunk Nyugat-Európában, amikor nem mondják el az embereknek, hogy mi az, ami, ami, ami van, mik azok a nagy folyamatok, amiket a politika a háttérben egyébként csinál. és hát, Csak mondanak de, dolgokat. De igazából, én. ha jól látom, ah. sokszor, akkor szint, sokszor szinte mindegy, hogy ki mondja. Mert a szereplők azok felcserélhetőek. Erre mondta a miniszterelnök, hogy ő már a 20. román miniszterelnököt köszöntötte az elmúlt 13 évben, és hát kíváncsi, hogy a 20. 2010 óta 20. román miniszterelnökkel hogyan tud majd együttműködni, reméli, hogy jól nyilván ez lenne a jó mind a két országnak az az érdeke. De ugye ez is mutatja, hogy nyugaton ugye Georgia Melonit szoktuk felhozni, ugye Olaszországban másfél évente bukik meg átlagosan egy miniszterelnök. Tehát 1945 óta átlagban másfél évet tudott tölteni kormányon egy miniszterelnök, Ugye Silvio Berlusconi volt az, aki talán elsőként tudta kitölteni az öt évet, amit egyébként az olasz a parlament. Legho második után leghosszabb ideig. Hát, de, ugye maga ez, hogy öt évet tudott, és hát most látjuk Giorgia meloni is azt, hogy igyekszik, hogy, hogy ő tovább lehessen, mint másfél év. Hát most lesz szeptemberben egy éve, tehát még, még van azért mit bizonyítani, de, de igen, tehát egy karakteres politikus könnyebb megkülönböztetni, könnyebb egy viszonyt kialakítani hozzá, akár kedvelni őt, elfogadni a programját, akár elutasítani, de akkor tudok Nyúlni. Ezek a cserélhető politikusok, eldobható politikusok, egy, egy, egy korszellem. Igazából ez, ez sok mindenből jön, leginkább abból, hogy a nyugati politika nem tud nyertes-nyertes játszmákat vagy ajánlatokat tenni. Tehát ez nagyon fontos változás, és azt látjuk, hogy miután az élet. Életszín... Csak ők akarnak nyerni, ezt úgy érted? Nem, a nyertes-nyertes azt jelenti, amit... Nem úgy, hogy nem tud, azt mondtad. ez nem azt, tud. azt jelenti, hogy csak nem. ők akarnak nyerni? Nem, hát az, azok, akiket ők később. Az, az elitek. Az elitek nyernek, a globalista elitek nyernek, és az átlagember nyugat. Megveszi. Tudom, hogy hülyének nézek, amikor ezt mondom, de tehát nem azokkal a magyarokkal kell dolgozni, akik nyugaton dolgoznak, hanem angolokkal, németekkel, amerikaiakkal és Őket kell megkérdezni, hogy hogy érzik magukat. Mi a század vége, rendszeresen elvégezzük 16 óta a Projekt Európa kutatást, a honlapunkon meg lehet nézni, és ott azt látjuk egyébként, hogy amikor azt kérdezzük, hogy mennyire bíznak a jövőben, akkor Nyugat-Európában inkább a pessimizmus uralkodik, hmm. hogy rosszabb lesz, mint volt, egy nagyon magas szinthez képest mérik Ez magukat. Politikai vagy gazdasági szempontból? Ez gazdasági. gazdasági. Tehát ez a jólét. Tehát, hogy korábban mondjuk évente négyszer-ötször elmentél nyaralni, három évente lecserélted az autódat, és azt érezted, hogy mész előre, hogy jobb lesz. És ez most már nincsen így. Tehát most nyilván, vagy évente csak háromszor tudsz elmenni nyaralni, meg hogy öt évente az autódat, ez most ez számunkra egy kedves probléma lehet, de ő nem hozzánk méri az ő életét, hanem a szüleihez, nagyszüleihez, vagy a tíz évvel, húsz évvel ezelőtti önmagához. Hát, vagy, a, vagy, vagy éppen, hogy hozzánk méri, azt én tapasztaltam, hogy megszokták például a németek, hogy egy óriási fejlettségi különbség van, és érződik az a zavar bennük, hogy látják Magyarországot, látják a magyar életszínvonalat, az autókat, stb. meg a régió más országait, és nem érzik azt, hogy ők annyival fejlettebbek lennének. És ez létrehoz bennük egy ilyen feszültséget, hogy nyilván, ha rájuk magukra kényszerítik, akkor azt mondják, hogy milyen jó, mert milyen sikeres az Európai Unió, mert hogy végül is akkor sikerült mennyire kiegyenlíteni ezeket az óriásnak nagy különbségeket, de közben meg hát ez egy titokban hmm. otthon valószínűleg azt gondolják, hogy hát ez nem annyira jó, mert hogy a fenébe hát én nekem jobb, sokkal jobban kellene, mint a magyaroknak, szlovákoknak, lengyeleknek, stb. Igen, hogy hát ez nyilván felzárkózó fejlődésnek hívjuk, hogy mi sokkal lentebbről indulunk nyilván a kommunista megszállás 40 éve miatt, ugye mi jóval lemaradtunk az alatt a 40 év alatt, és az átmenet zűrös 20 évében, 90 2010-ig a pénzposta fordultával ment vissza nyugatra. Ugye ez volt a probléma, hogy hiába érkeztek már az uniós csatlakozásunk előtt is fejlesztési források, hogyha a fővállalkozók nyugati cégek voltak. 2010 óta egy patrióta egyébben, ahol lehet magyar fővállalkozók vannak, a profit nagyobb része magyar cégeknél marad, csak a külföldiek alvállalkozóként a profit kisebb részét hazavihetik, de eddig ez ugye fordítva volt. Hát egy kiszolgá... jóval kisebb kiszolgálhatottságot jelent. Hát ezért ezért gyarapszik Magyarország. Tehát, ha megnézzük a, a a felzárkózást, amit az elmúlt időszakban láttunk, az többek között annak is köszönhető, hogy megjelennek olyan magyar cégek, amelyek már tudnak a régióban terjeszkedni. De most nem mondunk neveket, de tudjuk, hogy melyek, melyek azok a regionális bajnok cégek, amelyek most már például a légiközlekedésben, vagy a benzinkutaknál, vagy a bankszektorban, a médiában, gyógyszergyártásban tudnak versenyezni a, a, a régióban, tehát nem világszerte, hanem hmm. itt a Kárpát-medencében, Kelet-Közép-Európában, vagy például a Türkországok piacán regionális szinten tudnak versenyezni nagyobb nyugati cégekkel, ez, ez, fontos, mert ebből van többlet pénz. A németek ezt megszokták, meg ott ugye Nyugat-Németországban ez zavartalanul működött 48-tól, amikor az amerikaiak visszaengedték őket a termelésbe, egészen nagyjából a globalizáció kezdetig, és pont ebből van a probléma nyugaton, hogy a globalizáció az azt jelenti, hogy nagyjából 2000-től, 2001-től, amióta Kína csatlakozott a, a világkereskedelmi szervezethez, onnantól kezdve a gyártás nagy része elvándorolt. Nyugat-Európából részint a mi térségünkbe, részint a távol-keletre, és a németeknek az a problémája, hogy eddig beszedték tőlük az adót. Németországban legyártották azt a buszt, azt a teherautót, azt a turbinát, amit a, a németek pénzén odaadtak mondjuk nekünk, vagy a görögöknek, uh -huh. vagy másoknak. Ugye a globalizáció azt jelenti, hogy beszedik a németektől az adót, és azt a turbinát, azt a buszt, azt a teherautót a német cégek már nem a németekkel gyártatják le, hanem velünk, vagy a kínaiakkal. Törökökkel, stb. Török, van. ahol olcsóbb. És mi, a, mi az eredmény? Az a németeknek, a nyugatiaknak ott az adófizetés, tehát nagyon magas, Németországban 50% körül az adóteher, az rengeteg. Ugye, és akkor eddig azt mondta, jó, rendben, be de van munkám, és amit mondtál, hogy, hogy azért úgy látta, hogy gyarapszik, látta, hogy van az a különbség, tehát úgy jól érezte magát. Most viszont beszedik tőle az adót, a német cégek jól járnak, mert olcsóbban legyártatják máshol azokat a termékeket, hm. mi is jól járunk, mert kapunk egy új busz, egy környezetbarátabb busz, mondjuk, vagy, a, vagy más ország kap egy turbinát, tehát ők is jól járnak, és a legjobban a multicégek járnak. És itt is van egy különbség. Ugyanis... A németek nem biztos, hogy jól járnak. A német, az átlag német nem, a német állam nem, de a német cégek jól járnak, és itt is van egy változás, mert korábban például a német legnagyobb cégeknél a tartományok voltak részvényesek, vagy a német további cégek. Most, hogy ki kellett nyitni a német újraegyesítés ára, nem csak a német márka feladása volt, hanem hogy a nagy német cégeket ki kellett nyitni. Tehát amik régen egy cégben, egy vertikumban voltak, amik a nagy német cégek, ezeket most föl kellett bontani, és ugye a New Yorki tőzsdére vinni. Ez azt jelenti, hogy részint már amerikai tulajdonban vannak, vagy az ki, a norvég nyugdíj alapé, és az a profit, ami ebből a folyamatból a termelés optimalizálásából kell, az már nem Németországba forog vissza, hanem szétfolyik a világban, a befektetőkhöz. És ez is ugye korábban Németországot erősítette, most meg másokat. Tehát a pénz már Németországból is kimegy, tehát rengeteg pénzük van, de az a, a, a tendenciát, ha megnézzük és meghosszabbítjuk a vonalat, azt látjuk, hogy a termelés elvándorolt, most a, a, az átgondolatlan energiaszankciók miatt még inkább elvándor. Egy példát hadd mondjak. A basf nek Németországban volt a legnagyobb gyára, olyan optimalizált, olyan profi gyár volt, hogy bejött az az orosz molekula, és abból mindent kipréseltek, De szó szerint kell érteni, ugyanis a műtrágyától kezdve a festékig, gyógyszerig, ragasztóig csupa prémium terméket gyártottak az olasz molekulából, amiért az emberek hajlandóak voltak sok pénzt adni, mert olyan minőségi termékeket állítottak elő. Most amerikai LNG-ből, vagy az öböl térségből érkező dollárban elszámolt LNG-gázból kéne dolgozniuk, ami kétszer-háromszor-négyszer olyan drága, mint a vezetékes orosz volt. Mit csináltak? Átvitték Kínába ezt a gyárat. 10 milliárd euróból épít a bsf Kínában. Kínában egy ugyanilyen optimalizált gyárat, mert Kínában olcsóbb az energia. Tehát azt látjuk, hogy és ez nem csak arról szól, hogy mondjuk most megszűnik 3000 munkahely, ez arról szól, hogy ez a fajta gyártás, ez megszűnik. És most, a, mondjuk, akinek van mondjuk gyereke, és mondjuk a, a vagy mondjuk más gyógyszereket keres, azért van hiány, mert ha nem így gyártják ezeket az alapanyagokat Európában, hanem Indiában, meg Kínában, akkor vagy megérkezik a hajó, vagy nem. Ebben én pont belefutottam egy ilyen gyereklássilapítós történetből, hogy a azért patikába a kérdeztem, és akkor az volt a válasz a patikus részéről, hát azt mi is nagyon szeretnénk. Na és és ez? ők is ugye mondták, hogy ezeket a globális ellátási problémákat, meg hasonló, hát nyilván ugye ez a, a, a vásárlót és engem sem nyugtatott meg feltétlenül. Nagyon beleszaladtunk itt az európai vitákba. De volt egy nagyon fontos dolog, amit az elején el, elejtettél, az, hogy három időségben gondolkodik a miniszterelnök, ugye a taktikai, a stratégiai és a történelmi idő tekintetében. És a beszédnek volt egy olyan pontja, amiből mint hogyha azt lehetett volna kiérezni, hogy arra utal, hogy be kell sorolni minden kérdést ez alapján, a három alapján, és ami a taktikai síkba tartozik, ott bizonyos tekintetben lehet engedni, és lehet az állásponton módosítani. Ez azt is jelenti, vagy azt jelentheti, hogy bizonyos kérdésekben a, a miniszterelnöknek vagy a kormányzatnak a, a mostani álláspontja mondjuk módosul a következő időszakban? Hát a, a, olyan nincs, hogy száz százalékban érvényesül valakinek a, a, a szándéka vagy az uh -huh. érdeke. hogy a politikában ezt úgy szoktuk érzékeltetni, hogy hiába van egy pártnak egy választási programja, hogyha a koalíciós kormányzásra szorul, egyedül nincs többsége, kell egy másik pártal szövetséget kötni, akkor annak a másik pártnak a fontosabb követeléseit is be kell vennie uh -huh. a saját pártjai mellé, nyilván ez egy tárgyalás eredménye, és egyik sem száz százalékban jelenik meg, de kell A politika a kompromisszum művészet. Az európai politika meg különösen az volt, vagy lenne, és akkor ez lenne a másik, a kérdésnek a másik fele, hogy várható az, hogy mondjuk az európai politikusok, vagy akár a német politikusok is ilyen felfogás alapján azt mondják, hogy bizonyos kérdésekben mondjuk ők hajlandóak engedni? Szerintem nem. Itt én nagyon pessimista vagyok, bár ugye a YouTube-on a műsorom címe a jól értesült optimista, én abnyiban vagyok pessimista. És ez azon... a pessimista nem. Nem, nem, hát ugye erre mondják, hogy a, 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 a hogy a, <hállt> a, hogy, a, hogy a, hogy a pessimisták a jól értesült optimisták. Ezért ez, ez... Jó, ez... <hállt> de, de, Tehát én annyiban, annyiban, aggódok, hogy az 1920-as évek folyamatait látom ismétlődni. Aki fellapozza a történelmet, az láthatja, hogy a, a 20-as években a Németország bajban volt, és az amerikaiak mentették ki. Először volt a, a young terv, aztán down terv, és ugye utána pedig elkezdődött az a folyamat, amit most is látunk, hogy a legnagyobb német koncernek, az IG Farben például, amerikai koncernekkel a Duponnal fuzionáltak, vagy kötöttek olyan szerződéseket, ö, szabadalmakat átadtak, aztán a háború alatt ezeket az amerikai érdekeltségeket nem is bombázták annyira a Ford gyárat könyben, vagy a, az IG Farbennek az üzemeit, és hát azt is látjuk, hogy a bankszektor is összeolvadt. És most ugyanezt látjuk. Tehát a legnagyobb német cégek összeolvadnak, vagy közös projektekbe fognak az ameri legnagyobb amerikai cégekkel. Egy új példát hadd mondjak, a Rheinmetall például arra pályázik, hogy, a, hogy a, a, az ukrán háborúban ismert és ott füstölgő, a csatatéren füstölgő bradley utódját egy gyártsa négyezer darabot, tehát hogy a német és az amerikai fegyvergyártás például közös projektek mentén összefonódjon, mint ahogy a huszas években mondjuk a vegyipar összefonódott. És hát azt látjuk, hogy Bizony, ez azt is eredményezi, hogy Európa és Amerika piaca, ha egyesül, akkor ez azt jelenti, hogy akkor egyre távolodunk Kínától. Ez a decoupling irányába vezet minket, ami nekünk nyilván magyaroknak nem jó, mert mi két tömb között vagyunk, és mi a kettő között közvetítő szerepet szeretnénk látni, de ugye a német gazdaság egyre jobban összefonódik az amerikaival, a, egy példát hadd mondjak még gyorsan, a legnagyobb német cég az a Lindegáz volt, tehát egy ilyen vegyipari gáz, uh -huh. ipari gázokkal foglalkozó cég, és ezen kinőtte a frankfurti tőzsdét, és át kellett mennie a New Yorki tőzsdére, mert egyszerűen az kinőtte a német tőzsdét, és hát így csúszott fel a Rheinmetall például a legnagyobb DAX cégek közé. Ez azt mutatja, hogy, hogy, hogy a, a tőkepiacok még mindig függenek Amerikától, nem sikerült az eurót egy olyan önálló valutává tenni, ami, ami, a dollárnak az egyenrangú versenytársa lenne. Tehát az euró, ugye erről beszéltünk tegnap a másik műsorban, hogy az euró egy nagy szeletet hasított ki, nagyjából egy harmadot a világgazdaságban, de pont ez a példa mutatja, hogy ha mondjuk kockázati tőkéről van szó, hogyha mondjuk arról van szó, hogy Európában van-e akkora tőzsde, mondjuk a londoni már kilépett az Unióból, de mégis ugye van-e akkora tőzsde, ami versenyezhetne New york vagy Sánkhájjal, vagy Tokióval, akkor nincsen. Tehát ezek azok a problémák, amikben az euró... Az akkor Európai... is a dollárt, meg akkor is a juán meghasonlókat keresik. Igen, tehát egy, ezt szoktam mindig mondani, hogy a, az oltást miben számolták? Dollárban, a, a COVID elleni vakcinát. Tehát az euró erős, de nem trendi. Igen. Igen. De, mert mit kapsz érte? Tehát ugye azt látjuk, hogy ha de, hogy Európából elvándorol az ipar, akkor vehetsz érte a az űrön villát, meg, meg, meg vehetsz aranyrudat, de ugye az nem termelés. Tehát igazából, és arról beszéltünk az előbb, hogy a termelés az meg elvándorol. Tehát hiába a német cég gyártja azt a teherautót, ha Törökországban gyártja. És akkor már nem biztos, hogy, hogy mondjuk a, a, akkor az Eurózónában számolod el. Nagyon sok kérdésem lenne az a kapcsolatban, amit mondtál. Az első, még picit visszaugorva, talán két, két perc előtti említésedhez, hogy uh, ugye, arra utaltál, hogy ez a szituáció, a német és az amerikai összefonódás az egyszer már megtörtént. És az is egy ilyen uh, tranzíciós vagy változási időszakban a korszakváltási időszakban, az 1920-as években. Akkor ezzel azt is mondod, hogy ez a mostani időszak és egy ilyen korszakváltási időszak, amiben vagyunk? Hogyne, hogyne, ez nagyon fontos, amire, kérdez, amire rákérdeztél, mert ugye már régóta foglalkoztat ez a gondolat, hogy minden évszázadban van egy háború, ami meghatározza az elkövetkező évtizedeket. Hát, mi magyarok sajnos 500 éve voltunk utoljára érdemi szereplő egy ilyennek, a Mohácsi öm, csata, az pont a török hódításról szólt, és ugye egészen 1541-ig tartott ez a háború, hogy a törökök be tudnak-e jutni Európába, vagy nem? Ugye ezért mondjuk feltartóztattuk őket itt Magyarországon, aztán így után már segítettek a nyugatiak is, de az a lényeg, hogy a török háború egy ilyen volt, mondjuk a Mohácsi csata is ennek a része volt. Egy nagyobb összkép volt, de mondjuk mi ezt láttuk. Akkor ilyen volt például a 30 éves háború, száz évvel később, ilyennek látom a, a, a spanyol örökösödési háborút, ilyen volt az első- második világháború, ami meghatározta ezeket a viszonyokat. A, például a, a, az, hogy a 20-as években a német és az amerikai amerikai tőkepiac és a nagyipar összefonódott, az például ugye az USA-nak a világhatalommal válását segítette, mert hát Anglia volt akkor a, világ, a vezető világhatalom, de né és Németország a kihívó, és az USA igazából kihasználta ezt az ellentétet, és a németek patentjaival, vagy, vagy ilyen szabadalmaival, tudásával tudták az amerikai gazdaságot. És a, a következő az, az orosz-ukrán háború? Szerintem igen. Szerintem igen. Tehát azt látom, hogy ugye nem <laughs> ugye a stratégia műsor címe, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a 21 asztalánál az amerikaiak meg a kínaiak alanyi jogon ott ülnek. Mert hát a két legnagyobb hatalom, ugye az amerikaiak vitathatatlanul a legerősebb katonai hatalom, beszéltünk arról, hogy a New Yorki tőzsde a világon a legerősebb, a dollár vitathatatlanul a legbefolyásosabb nemzetközi kereskedelmi valuta, míg az olajat abban számolják el. De bocsánat, csak ugye még miniszter beszédre vissza, úr, vagy pillanatra, hogy az amerikaiak természetesnek veszik, hogy ott ülnek ennél az asztalnál de mint hogyha zavarná őket, vagy hogy a kínaiak is közben állandóan ott ülnek. Hát alanyi jogon ülnek ott szerintem, és ha megnézzük a GDP-t, az USA-nak a GDP az 23 ezer milliárd dollár egy évben, a kínai 17 ezer. Uh -huh. És ugye ezt szoktam mondani, hogy a legszegényebb kínai még mindig egy bicikliről álmodik, a legszegényebb amerikai meg terepjáróval fog menni a város szélére leértékelt élelmiszert venni, hogy, 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 mert attól szegény, hogy csak leértékelt élelmiszert tud venni. De hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, akkor Kína nagyon lentről, nagyon látványosan fejlődik, az USA meg egy nagyon magas szinten stagnál. Tehát hiába van űrfegyverük, hogyha a fizetés vásárlóértéke 40 éve nem változott Amerikában, az átlagfizetésé. Tehát, és ha meghosszabbítjuk a vonalat, akkor Kína most már tényleg öt év után utoléri. Egy példát, hadd mondjak, mm. ugye például a chip háború arról szól, hogy a, a, a kínaiak most ilyen 7 nanométeres csippet tudnak gyártani. A, a, nyugati világban most jön ki össze, alig várom, ugye a 3 nanométeres számítógép. A, a, az észak-kóreiak, bocsánat, hát a dél a dél és a tájvaniak már az 1 nanométernél tartanak. Ez most a, a, legmodernebb. A kínaiak 7 nanométernél tartanak, és, és súrolják a 3 nanométer határát. Mm -hmm. Tehát, és a 21. század digitalizációról szól. Az át akarják... Nem elképesztően kicsi dolgok. <laughs> Igen, csak ugye itt arról szól, tehát a 21. század a digitalizáció százada lesz. És az amerikaiak az olajról át akarják állítani a dollárt a digitális technológiára. Látjuk, hogy az ukrán háborúban például a drónoknak milyen szerepe van a hírszerzési információk. Szóval tulajdonképpen és... előmenekülnek, és ma akarják nyerni a következő történelmi időszakot, Igen. amiről Igen. ők azt gondolják, hogy biztosak benne, hogy ez már a különböző csíp, meg egyéb ilyen a digitális... Információ, digitális technológiára Igen. áll majd. Pontosan, tehát az ipar 4.0, a dolgok internet, amiket így szoktunk bedobni uh -huh. fogalmakat, ez arról szól, hogy a dollárt hozzá akarják kötni a digitális technológiához, és a háború erről szól. Tehát a többek között ennek, hogy az amerikaiak ezt a vezető szerepüket átmenthessék a 21. századra, ennek a legkülönbözőbb síkjain. Erről szól ez a háború. Mert ha, és a kínaiakat ugye. Program... Akkor nem az oroszokkal vívják ezt a háborút. Hát ezért hívjuk proxy háborúnak. Mert ugye, hogy a, ahogy a, a, második világháborúban az angol szászok, pörháború után ellenségük ellenségét, Joe bácsit támogatták tankokkal. Legjobb üzlet volt. Csikágói marhaús konzervet aranyrúdért az oroszok, szovjeteknek eladták. Tehát ugyanúgy most a kínaiak is ellenségük ellenségét az oroszokat előbb-utóbb fogják támogatni. Minimum, ugye az ENSZ-ben, ha máshogy nem, akkor, akkor máshogy. De ebből a, a, bocsánat, de az a logika is következik, hogy a, a nagyhatalmak, és most nem, a, nem Oroszország annak, hanem az Egyesült Államok és Kína Európáján is vívja ezt a háborút. Hát Hogyne, Európáért, ugye az, hogy... Európáért, Európa, Európa Igen, európai piacokért. Ugyanis ö, említettük a GDP-t, hogyha az Európai 15 ez, az európai Unió 15 ezer milliárd dollárnyi éves GDP-t hozzájuk az USA 23 ezer milliárdjához, mondjuk ez legyen 40 ezer milliárd, az angolokkal, kanadaiakkal, japánokkal lehet, hogy ez már akár 45 is, akkor ez azt jelenti, hogy a kínai 15 ezer milliárd már nem 23 ezerrel áll szembe, hanem 40-50 ezer milliárddal. És hogyha az amerikaiak az Európai Unió piac Piacát. plusz a japánokat, dél-koreakat, ausztrálokat hozzácsapják a nyugati világhoz. Ezért, erről beszélt a miniszterünk a bezárkózásról. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy mi jobbak vagyunk a kínaiaknál, hogy mi a szabadság alapú rendszerben élünk, az emberek ide akarnak jönni, és nem Kínába akarnak menni, hanem azt mondják, hogy inkább bezárkózunk. És ez a, ez a lényeg szerintem ennek a hábornak, hogy a kínaiak is Európát saját piacuknak akarják megszerezni. Erről szól az új Sejemút projekt, hogy ugye, hogy szárazföldön, ugye ez most nem működik a háború miatt, de ezért vették meg a Pireuszi kikötőt, ezért vásárolták be magukat most a hamburgi kikötőbe, hogy Európa Kínának egy piaca legyen, és cserébe a kínaiak vásárolnának európai s, termékeket. S jó, az és az amerikai szóval ezt hol éri értheti. meg Európának? Hát úgy éri meg, hogy például a kínai. Nem csak a kínai, hanem azt, hogy egy verseny folyik értem. Mert olyan, hogyha meg uh -huh. folyne egy verseny valamiért, ami egyenrangú próbálná, vagy szeretne lenni ezekkel a, a azokkal, akik versenyeznek, uh -huh. de hogy valójában egy ilyen vágyot nem tudom. A termék birtoklása Európa. Hát, mint ugye a, a zene mondja, a dal mondja, hogy a, a, a csábos nő... Ugye, hogy, De igazából ezt úgy érdemes nézni szerintem, hogy. csak ki tudja használni Európa ezt a helyzetet. Nem tudom. Nem, itt jön az, amit az elején kérdeztél, hmm. hogy ezek a cserélhető politikusok, én hozzáteszem a szivárvány koalíciót is. Hmm. Tehát magyarul, hogyha van egy olyan párt, mint a Fidesz, vagy mondjuk más országokban egy, egy patrióta párt, ugye ezért fontos, amit a miniszterelnök mond, hogy Európában gondolkodik, nemzetállamokban gondolkodik, keresztény hagyományban gondolkodik, hagyományos családban gondolkodik, mert ugye erre épül az, hogy ha ezek működnek kicsiben, akkor az ország is működik. És hmm. akkor nemzetállamokból áll Európa, és nem egyénekből. És ugye itt jön az, hogy például Ursula von der Leyen SMS-ben boltolta le a, a vakcina beszerzést egy amerikai céggel, és az amerikaiak látják, amiket ő nem ad ki az Európai Parlamentnek, vagy kifeketít, vagy törölték az SMS-eket, de azok a tengeren túlon szerintem tuti megvannak. És hmm. itt jön az, hogy ez a mostani elit, miután a cégek már összefonódnak, és ez a nyugat-európai vagy brüsszeli elit ezektől a cégektől függ, ha már nem vagy miniszterelnök, mondjuk cserélhető, eldobható politikus vagy, alá aláírsz egy szerződést, meg a szlovák kormány most, ugye még már megbukott tavaly decemberben, aláír tíz évre egy szerződést, egy amerikai légitámaszpontot hoztak létre Pozsonytól nyugatra, Malackán. Akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a miniszterelnök vagy, és akkor megtetted ezt a szívességet, a bolgár miniszterelnök mondjuk felmondta az oroszokkal a gázszállítási szerződést, vagy átadta a lősz, korábbi lőszereket Ukrajnának, és utána azt mondja, hogy jó, hát akkor a mi cégünk felkért téged, mert a miniszterelnök, tacsai egy beszédet 20 ezer euróért, vagy 20 000 dollárért. És akkor ugye már is az egzisztenciád attól függ, hogy most Fölkérünk-e Vagy nem kérünk fel? Vagy nem, és ugye ezt, ezt nem korrupciónak hívják nyugaton, de ez ott kint így működik. És ugye, hogyha megteszed azt a szívességet hivatali időd alatt, akkor utána ezt meghálálják neked. És akkor kit mennyire tartanak? Nyilván Obama vagy Bill Clinton 100 ezer dollárért tart beszédet, egy ilyen eldobható kis ország miniszterelnöke pedig mondjuk 10 dollárért vagy 10 euróért, de az a lényeg. rossz. Hát persze, és akkor megvan. De azt, azt akarom ezzel de. csak mondani, hogy Európa, Amerika hátsó udvara lesz gazdasági szempontból. Mert ha ezek a folyamatok így folytatódnak, akkor olyan politikusok vannak Brüsszelben, Berlinben, akik ezt folytatják. Ugye Macron próbál ezzel gazdasági szempontból, gazdasági van, de politikailag is. Nem? Hát politikailag is, ez, ez, itt látjuk. Tehát erre volt kísérlet Obama alatt a szabadkereskedelmi egyezmények megkötése, hogy ezt a kínaiak ABC megállapodásnak hívták, Anyone but China. Ugye, hogy volt egy ázsiai, volt egy, egy transatlanti, a TTIP, és most ugyanezt próbálják, vannak, van egy technológiai része, ezt most jó US-EU Trade and Technology Councilnak nak hívják, uh -huh. TTC-nek. Ez azt jelenti, hogy például a zöld hidrogén vagy a megújuló energia kapcsán akarják összekötni ezt a két piacot, Európát, az USA-t, az világot, és azt mondják, hogy ami megújuló energiával készül, zöld hidrogénnel, az jó ami meg szénnel, és Kínában vagy Indiában készül, az meg rossz. És nem azt mondják, hogy a kínaiakat nem engedjük be, hanem a szénnel készült termékeket, vagy a szénerőművekben előállított energiával készült termékeket nem engedjük be. És ennek van a politikai része egyébként az, hogy a NATO-t próbálják ugye Japánnal kibővíteni, tehát összekötni azokat az, az ázsiai nyugatbarát országokat a transatlanti szövetséggel, és ezzel egy olyan gazdasági, politikai, katonai szövetséget akarnak felállítani, ami, mint mondtam, 40-50 ezer milliárd dollár GDP-t képes előállítani, és akkor Brazíliának, kéziának... ez egy nagyon fontos pont, amit most mondasz még hozzá, azért, mert a, 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 sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, hogy Európa és az Európai Unió, miért tűnik úgy, mintha kevésbé lenne fontos? Akkor ez egy hosszú távú stratégia lehet, akár, hogy a NATO-ból, vagy a NATO kapcsán egy sokkal nagyobb, majdhogy nem világszintű nyugati értékeket képviselő Európai Unióhoz hasonló együttműködés próbálnak meg létrehozni, és ezért próbálják meg leértékelni az EU-t? Persze, ennek egy része lenne. Tehát úgy, ahogy a Visegrádi Együttműködés. De nem önálló egység, csak egy. Nem, igen, hogy a Benelux államok, a Visegrádiak, a, a Baltiak, a Skandinávok és az Európai Unión belül egy regionális egység, egy 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 hagyományos történelmi, de egy, integ, egy pici integráció. Úgy lenne ezen a nagy nyugati világon hmm. belül van az észak-amerikai rész, ugye USA, Kanada, Mexikó, vagyunk mi az Unió, nyilván az angolokkal, Angolok nélkül, de mégis, ugye. És akkor van az ázsiai, az angol világ, illetve az ázsiai szövetségesek. És akkor azért próbálják meg most a NATO-t Japánnal kibővíteni, ugye az európaiak egyre többet vesznek részt, mondjuk Ausztráliában van most egy hadgyakorlat, 200 német katonával, 20 repülővel. Tehát próbálják ezt így összenyitni, mert a világnak a, a semleges részét választás elé akarják állítani. Ha a kínaiaknak van 15 ezer milliárdja, az oroszoknak nagyjából 2000 milliárd dollár GDP-e van, hát ez az Olaszország szintje. Tehát az egyik ben van mondjuk maximum 20 ezer milliárd dollár éves GDP, a másikban 40-50 ezer milliárd, és akkor neked Brazíliaként, indiaként választanod kell, hogy melyikkel szerződsz. Ugyanis, hogyha dollárban számolod el, digitális dollárban számolod el a kereskedelmet, nem számoltad el Juanban. Ha zöld technológiát használsz, nem használhatsz szén alapú technológiát. Tehát a világnak egy olyan kettéválását látjuk, ezt hívjuk decouplingnak, amiről a miniszterelnök azt mondta, hogy ez nem jó, és szerintem se jó, mert a szabad kereskedelem az, ami jó. Igen, a connectivity mondta, hogy az, az a jó. A hát, mert Magyarországnak ez jó. Csak ez az, ami most veszélyben van. Ezért volt nagyon fontos ez amíg, szedem, ami, nem, beszél. érdek, nem érdeke az amerikaiaknak. Hát az amerikaiaknak ez nem érdeke, ezért van az például, ugye, hogy, hogy, idézőjel, hogy mondjuk, hogy valakik felrobbantották ezt a vezetéket, ezt is három mondatban az ember ugye el tudja magyarázni. Mi történik? Ha az oroszok digitális juánban kérték volna a németektől a gázárát, amiből a németek prémium termékeket állítanak elő, akkor az oroszok Kínából a digitális juánért tudnak vásárolni mondjuk turbinákat, napelemeket, mm. és ugye ezért, hogyha nincs gázvezeték, akkor az oroszok. Van nincs nem... digitális juán sem. Nincs digitális juán. Vagy mondjuk ero kértek az oroszok, hogy tudjanak-e német technológiát venni. De nyilván előbb-utóbb digitális juánra állnak át. Például az orosz-indiai kereskedelemben nem a rúpia a meghatározó, mert Indiában nem lehet semmi olyat kapni, ami az oroszoknak hasznos lenne, hanem Indiától, vagy most még nincs digitális, de juánt kérnek az oroszok, mert Kínában tudnak olyat venni, amire nekik szükségük van. És az indiaiak szégyen szemre, mert ők nem szeretik annyira a Himalája vízbázisáért küzdenek, ugye a Tibet meg ez a rész a Himalája vízbázisa szempontjából fontos, ez a fő ellentétük, és igazából mégis el kell fogadni az indiaiaknak, hogy juánt adnak az oroszoknak az olajért, mert az oroszok a juánból tudnak, tehát a dirham még egy másik ilyen alternatíva, az Egyesült Arab Emirátusok pénze, mert ott is mindent meg lehet kapni, tehát ilyen elszámoló valuta, meg a dollár kikerülésére. Tehát itt az a lényeg, hogy a világot választás elé akarják állítani, és két-három technológia ki, ezért akarják a kínaiakat kiszorítani az 5G-ből, ugye látjuk itt is. És ami a rossz hírem, hogy a németek úgy azt látom eldöntötték, hogy leválnak Kínáról. Most kezdik el például kicserélni az 5G hálózatban a, a kínai transpondereket, és azt is látjuk, hogy. Hogy a, a, a nagy nyugati cégek Kínában a leányvállalataikat külön cégekbe szervezik, hogy ne úgy járjanak, mint Oroszországban. Hogyha le kell húzni a rolót, akkor könnyebb egy kínai kiszervezett leányvállalatot bezárni, hmm. mint mondjuk az anyacég részeként, szerves részeként működő ottani ö, céget ö, leírni, vagy bezárni. És hát rengeteg ilyen lépést lehet látni egyébként, aki figyeli ezeket a folyamatokat. Nekünk az a dolgunk, ugye, hogy ezeket Igen. figyeljük. Sajnos abba az irányba mennek, hogy például a, ö, ugye a egy utolsó láthat mondjak, hogy például a németek és az Európai Unió például most már a kén nátrium alapú 3D nyomtatható akkumulátorokat akarják a, az autókba berakni. Ez nagyjából 3-5 év, amit a nyugatiak még a kínaiakkal együtt akarnak működni, és hogyha nem történik érdemi változás, vagy nem jön be politikai változás, ami nekünk jó lenne, meg látjuk, hogy Macron elnök is ezt, tehát nem egyedül vagyunk, amit a miniszterelnök mond, azt minimum Macron elnök is hasonlóan gondolja, még ha nem is ilyen őszintén mondja ki, mint Orbán Viktor, de hogyha nem sikerül változtatni, akkor három-öt év múlva sajnos ez az Európai Unió még inkább az USA alá lesz rendelve, pláne ha ilyen politikusok vannak, mint most Brüsszelben, és a Kínától a világ nagyobb részétől való távolság az növekszik, és ekkor lenne ez a bezárkózás, amitől a miniszterelnök óvott minket Tusnádi beszédében. Egyszerre érdekes és aggasztó folyamatok, amikről beszéltél. Kiszeri Zoltán, nagyon szépen köszönöm. És nagyon szépen köszönöm a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek, hallgasnak bennünket továbbra is. A házi gazdát Póca Istvánt hallották, viszont látásra, viszont hallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.